Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban először megvizsgáljuk, megbeszéljük, hogy mi minden történt a vetésekkel ebben az esztendőben, hiszen már folyik méghozzá gőzerővel legfontosabb kenyérgabonánk, a búza aratása is. A repce már lefogyott, és megnézzük azt is, hogy a tavaszi vetések hogy állnak. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, és egyben természetesen szakemberként a mezőfalvai állami gazdaság, illetve mezőfalvai ZRT elnök vezérigazgatójaként is kérdezem. Kezdjük talán az őszi vetéssel, hiszen a búza nagyon-nagyon fontos. Pár adásban már beszámoltunk róla, hiszen megkezdődött az aratás, de az elmúlt időszakban nagyon sokat aggódtunk azért, hogy a szélsőséges időjárás ugyan milyen termést hoz, mennyire sikerül ennek a növényi kultúrának átvészelni. Először az asszályt, majd ezt követően az esőzéseket, illetve ezt a különleges időszakot. Hát azt kell mondanom, hogy a gazdáknak ebbe a időszakba, tehát ősztől a betakarításig, ugye ősziekről van szó, igenis volt miért aggódni. Volt miért aggódni, hiszen annak ellenére, hogy a tél viszonylag gyenge volt, nem voltak igazából fagykárok, de hát az a tavasz beköszöntött ezzel a bizonyos 100 napos aszályos időszakkal. És ez nagyon-nagyon meglátszik a mostani terméseredményeken is, nagyon meglátszik a minőségen, és hát igenis júniusba kezdődött medárd után a csapadékosabb időszak, ez pedig hát már nem tudott annyit segíteni az őszieken, a szemkiteljesedésben természetesen azért segített valamennyit, és hát nagyobb terméseredmény lett annál, mint ami az aszály folytatódása esetén lett volna. Egy kicsit későbbre tolódott a betakarításnak a kezdete, de bizony ez az év, ez egy felejtős esztendő lesz minden gazda számára. Mit jelentenek ezek a számok nagyjából országosan, és mit Fejér megyében? Le kell rögzítenünk, hogy Fejér megye minden egyes növény tekintetében a országos átlag fölött van. Igen, hát itt vagyunk a mezőföld szívében. Így igaz, tehát az ősziek tekintetében gyakorlatilag fél, egy tonna abszolút az a mennyiség, ami ősziek vonatkozásában az országos átlag fölöttit mutatja. A repcébe is fölötte vagyunk, ott nyilvánvaló nem egy tonnával, hanem 0,1 tonnával, de mindenképpen Fejér megyei gazdák szakértelmét, a talajtani adottságok kihasználását és jó értelmű felhasználását ez mutatja. Ősziárpa tekintetében 5,49 egyelőre, hát majdnem befejeződött ugye az ősziárpa a országos termésátlag, tehát számoljunk 5,5-tel ilyen tekintetben. Fejérbe 6-7 tonnás termésátlagok is voltak, és 6 körül lesz az átlag az ősziárpának. Tehát ez gyengébb, mint az előző években, de még az árpa érdekes módon a legjobban vészelte át ezt a kritikus időszakot. Őszi búza vonatkozásában 5 tonna körül lesz a országos termés átlag, 5,5 körül lesz Fejér megyébe. Itt, amit nagyon látnunk kell, az az, hogy lefeküdtek a búzák egy része, ugye a szélsőséges időjárási elemek, különösen a szelek megkavarták, lefektették. Bizonyos magyar fajták érzékenyek arra, hogy állandóan párába vannak, és az esés számuk természetesen csökken. Ezt a gazdák tudják, de van kedves néző, aki nem mezőgazdasággal foglalkozik. Az esés szám azért fontos a búzába, mert ez adja a lisztnek és a borgészült tésztának a nyullóságát, és ez adja meg azt a szerkezetet, fehérjerácsot, ami alapján meg kell a tészta.
tehát gyakorlatilag laposabb, tehát egy rossz esésszámú kenyérből lapos kenyerekre, vagy esésszámú lisztből lapos kenyerek lesznek, itt tudnám legjobban példázni a sütéstechnikai értékeket, és hát a pékek nyilvánvaló ezt nem szeretik, tehát ez a bizonyos esésszám az, ami ilyen esős, párás, nedves környezetbe elég hamar lejjebb tud menni, és rontja természetesen a malmibúzának a értékét. A repce is elterjedt itt Fejér megyében, nagyon sok repceföldet látunk, azt gondolom rácsodálkoznak ma már. A repce az nagyon jól elterjedt, hiszen amíg ugye 238 ezer hektáron lett őszi árpa vetve, gyakorlatilag 900 ezer hektáron van az országban őszi búza, addig 311 ezer hektáron van repce. Még mindig, bár a repcének a területaránya csökken, pont azokért a környezetvédelmi intézkedésekért, szerkivonásokért, amivel a repce növényvédelmét sokkal, de sokkal a nehezebb megvalósítani, mint eddig. A termés átlag a repcébe az a gyenge kategóriába esik, Fejérbe 2,6 hét körül van az átlag jelenleg, a repcebetakarítás még folyik bizonyos területeken, nyilvánvaló, kisebb gazdák tudták a kis területeken csak beszedni a repcét, és ezt követően viszont a repce vonatkozásában egészen biztosan, hogy a későbbiekben, ha tovább folytatódik ez a szerkivonás, akkor csökkenni fog a termésterület. Már csak azért is, mert ez az év bizony a határon van a repcetermelőknél ezzel a termésmennyiséggel, hogy jövedelmező legyen még akkor is, hogyha minden egyes gabonaféle ára és a repce ára is megy felfelé. Igen. Tehát most azt kell látnunk, hogy óriási pénzeket adnak például a durumbúzáé, 80-85 ezer forint tonnánkénti árak is vannak ilyen tekintetben, soha nem volt ilyen magas ára. Szépen kúszik fel a minőségi gabonának is az ára, hiszen elég sok a takarmánybúza, két oknál fogva is. Itt már beszéltünk róla, hogy az elmúlt évtizedekben sajnos nem sokszor volt 5000, de forint különbség a minőségi búza és a takarmány búza között. Tehát jó pár gazda választotta a hibrid búzát, az egyszerűbb termesztésű búza, takarmány búza féleségeket, ami nem igényel olyan technológiai gondosságot, mint egy jó malmi búza termelése, és ennek a minőségnek az elérése. Tehát bizony most, én számomra örömteli, mert azért fontos, hogy a magyar ember jó minőségű kenyérből készült lisztet kapjon, és az ebből készült kenyeret fogyasszon, hogy igenis fontos, hogy különbség legyen téve a minőségi búza között. Lehetséges, hogy idén ez be fog következni. Jelenleg ugye az árak azért már szépen alakulnak, bizony 5800-5900 forintos árak körül is már hallható. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy a gabonatőzsde miként reagált ezekre a változásokra, a minőségváltozásokra, hiszen általában a türelem azért megvan, de amikor megkezdődik az aratás és megvan az első eredmények, tehát mennyiségben és minőségben, akkor gyorsan történnek a változások is. Igen, és most mivel a környező Európa szállítástechnikailag könnyebben, vagy még tolerálható országaiban nagy mértékű a terméskiesés. Lásd Franciaország, Németország. Tehát ez azt jelenti, hogy Európa szerte kevesebb étkezési búza van. Kevesebb van a piacon, és ezt reagálta le az a vevőkör és a kereskedelem, hogy igenis emelni kell az árakat ahhoz, hogy be tudjanak tárolni olyan mennyiséget, ami hát nyilvánvaló szükségeltetik a malmok üzemeléséhez és a különféle szükségletek és szerződések kielégítéséhez.
Igen, megérkeztünk a tavaszi vetésekhez. A kukorica és a napraforgó ilyen értelemben mindent visz, ha úgy tetszik. Egy volt okunk aggodalomra jó ideig, aztán helyreállt a rend. Tehát ha valamit nem érte károsodás, akkor az bizonyosan a kukorica és a napraforgó. Bár nagyon sokat kellett figyelni, ugye gazdákkal beszéltem, hogy a növényvédelmi munkákra különösen ügyelniük kell. Igen, de azért még egy pillanatra ne feledkezzünk el egy fontos tavaszi, de kalászos növényünkről, a tavaszi árpáról, amelyik tavaszi árpa ugye alapvetően sörárpának szokott menni, és ennek a termés átlaga majdnem eléri az ötöt, tehát olyan 4,8 körül van, tehát a tavaszi árpa sajnos országosan 4-essel kezdődik, a rózsi és a tritikália 3-assal kezdődik, de olyan 3,8 körül van, úgyhogy a zabnak a mennyisége pedig 2,6-2,7 körül mozog jelenleg az országba, a kalászosok vonatkozásába, tehát a tavaszi vetésű növények viszont az elején nehezen indultak meg, nagyon nehezen indultak meg, hiszen porba lettek gyakorlatilag vetve, a kukoricát is beleértve, meg a napraforgót is. Ezért a kelésük, amikor látta az ember az állományt, ránézett autóból vagy egy magaslatról, akkor heterogén volt, hiszen ott volt a növény magasabbból, volt egy kis vízfolt, és ahol meg nem volt, vagy gyengén kelt, ott meg alacsony volt. Mert ugye a vízhiány az egyrészt kelés gyengeséggel is párosult, meg növekedési gyengeséggel is. Tehát olyan hullámosak voltak ezek a táblák, hogy azt mondta az ember, hogy ilyet már nagyon régen látott, csak rossz vetés technológiával, talajelőkészítéssel voltak régen ilyen látványok, most pedig egyszerűen az időjárás okozta ezt a heterogenitást, amit most már kezd természetesen az elsők hatására valamilyen módon kiheverni, de hát ez a valamilyen módon meg fog maradni, hogyha a különbség csökken is. Igazából, ahogy a csapadék mennyiségek megjöttek, és amely növény kikelt, és be tudott indulni, azok, úgy szoktam mondani, köszönik, nagyon jól vannak. Kukorica különösen C4-esként, ugye ez azt jelenti, hogy egy időben tud fotoszintetizálni és raktározni is, még a többi növény, ugye a nem trópusiak erre a képességgel nem bírnak, ők az úgynevezett C3-osok. Tehát a kukorica imádja ezt a kicsit dunsztos, kicsit időnként lottyanós, tehát pár milliméter csapadékot kapó, utána meg meleget adó időszakot, és reméljük, hogy a kelésgyengeségből és a kezdeti hát nehézségekből adódó terméskiesését egy részbe pótolni tudja. Hát persze ezzel azért nem kell számolnunk, hogy olyan 10 mása fölötti termés átlagaink lesznek, bár még a kukorica sokat kint van pozitív és negatív értelemben is. Ott még egy jó közepes termés, ha szerencsés az időjárás, akkor elérhető, amíg a kalászosoknál azt kell mondani, és repcinik különösen, hogy a közepesnél gyengébb mennyiségű terméssel bírunk. Különösen igaz ez a borsó vonatkozásába is, ahol olyan 2,2 körül van a megyei átlag, ugye itt a száraz és vetőmag borsóról beszélünk. Bizonyos értelemben a borsóval meg is érkeztünk a következő témakörünkhöz, a zöldségpiac. Én azt gondolom, hogy ha valaki körülnéz a piacokon, tehát ezt tapasztalják a vásárlók folyamatosan, akkor óriási árváltozások vannak felfelé. Ez a gyümölcsre is igaz, a gyümölcsről meg később beszélünk. Nyilvánvaló, hogy ennek nem lehet gátat szabni, viszont mi a legfontosabb oka, hogy ilyen mértékben a zöldségtermesztők is árat emeltek? Hiszen ennek is éghajlati változási okai vannak egyik oldalról, a másik oldalról pedig ugye arról is beszéltek, hogy a növényvédőszerek, és itt akkor azért bejön a koronavírus már, meglehetősen nehéz volt hozzájutni,
illetve nehéz embert találni a betakarításra. Vegyük ezt sorba. Igen, természetesen a zöldségtermelők egy része az elmúlt éveknek a kitett piaci viszonyait figyelembe véve, tehát a felvásárlóknak a erőteljes egyeduralma alapján számtalan beszüntette a termelést. Tehát a fóliás zöldség tekintetében is van egy bizonyos visszavonulás. A szántóföldi zöldségtermesztésben meg különösen. Tehát ciklikusan mozog, nagyon nagy hullámmozgásokkal bír, az évek közti különbség árba rendkívül szélsőségesen nagy. Ezt a burgonyával lehet bizonyítani, valamikor 8000 hektár a elvetett és termelt burgonyának a mennyisége, van úgy, hogy 14-15. Ahogy az igények és az előtte való év piaci viszonyai hozták. Tehát nincs egy kiegyenlítődés, és igazából a piaci hatások azok egy az egybe rá terhelődnek a mindenkori piaci hatások a zöldségtermelőkre. Most kedvező időszak van árvonatkozásában, viszont nagyon kedvezőtlennek voltak a termelési feltételek, hiszen azért a munkaerőhiány nagyon-nagyon megcsappantotta a lehetőségeket, ugye a COVID-19 miatt, még akkor is, hogy a kormányzat elég gyorsan intézkedett a tekintetben, hogy bizonyos hagyományos országokból ideérkező vendégmunkások jöhettek, felszabadításra kerültek több tekintetben a közmunkaprogramban résztvevők, tehát gyakorlatilag igenis a kormányzat anyagilag is, és humán eszközökkel is magyarán az ember létszámba is segített a termelőkön, de ez nyilvánvaló nem akadályozta meg abba sem a kereskedelmet, sem a termelőt, hogy ne kelljen neki vesztességet elkönyvelni a problémák miatt. A másik, a meg objektivitás, mind kevesebb ember van, a igenis nagyon nehéz, embert próbáló mezőgazdasági kézi munkára, hiszen azért ott akár hagyma, akár más növény tekintetében, párgáról nem is beszélve, bizony olyan fizikai megterhelés jelent, hogy kevesen választanak. Igen, óriási szükség van az idénymunkásokra, és ugye az, amit a kamara elindított munkaerőpiaci lehetőségek, hát nem igazán váltak be, ugye a koronavírus járvány idején, mert hogy azért gyorsan kiderült, hogy valóban ez kemény fizikai munka, odafigyelést igényel, és szakértelmet is igényel. Tehát egyik napról a másikra egy kívülállónak nagyon nehéz elkezdenie. Igen, függetlenül a fizetés. Igen, szakértelmet igényel, de fogásokat igényel, készségeket igényel. Aki a spárgaszedésnél évtizedek óta csinálta, hát azt egyszerűen követni nem lehet idézőjelbe, nemhogy annak a munkamennyiségnek a töredékét elvégezni. Na most, hogyha csak a töredéket végzi el az oda éppen jó szándékkal bekerült friss ember, akkor pedig már megint nem éri meg, mert ugye a kifizetett bérmennyiség és annak a hozadéka köszönő viszonyban sincs vele, tehát a gazda akkor is vesztességet könyvel el valamilyen módon, a minőségről már nem is beszélve. Tehát nagyon nem egyszerű, és itt kell azt mondanom, hogy ezeknek a munkafolyamatoknak a gépesítése lesz az, amelyik valamilyen módon majd biztosítani tud, bár ez nagyon nehéz, biztosítani tudja a jövőt, az automatizálás, hiszen nem lehet olyan munkaerőt számtalan mezőgazdasági részmunkára szerezni, hogy az állattenyésztésbe ugye a fejős szokott ilyen kritikus kérdéskör lenni, meg hát más is. Igen, nem, akarok, nem akarok minden sok munkakört még felsorolni, ahol bizony a jövő
a mesterséges intelligencia, a különféle számítástechnikai és automatizálási folyamatoknak a bevezetése, hiszen ezek a munkakörök olyan kitett körülményeket teremtenek, ahol hát nem találni rá már vállalkozót sem, tehát a kettőt külön kell venni, amikor a mezőgazdaságban elhelyezhető munkaerőről beszélünk, és azokról a munkakörökről, amit meg nem akarnak már betölteni emberek, szinte magas fizetés ellenében sem. Gyümölcs. Aki a gyümölcsárakat figyeli most, hiszen nyilván szezonja van nagyon sok gyümölcsfajtának, szintén meg kell, hogy lepődjön, és kinyitni a pénztárcát szinte kötelező, mert hogy nagyon-nagyon megnőttek a gyümölcsárak is. Ennek szintén oka egyik oldalról a koronavírus mindenképpen, hiszen nincs, aki szedje, tehát ezt tapasztaljuk. Másrészt pedig az időjárás, hiszen az eper, szamóca, gondolok itt elsősorban a földi, aztán a sárga barack és társai pedig megszenvedték ezt a szélsőséges időjárást. És ráadásul nincs munkaerő. Igen, és ez részben van így, mert a szamócánál valóban még a kezdetén voltak munkaerő problémák. Ugye a Covid vírus bizonyos időszaka még belenyúlt a szamócának a felfutásába, de a legnagyobb gondot a fagy és az aszály okozta. Tehát sajnos azt kell mondani, akár a sárga barackra, akár a szilvára, hogy még munkaerő ennyi lenne is, nincs mit leszedni. Nincs mit leszedni. Nincs mit leszedni. És ez a tragikus dolog. Azt a bizonyos pénztárcát bizony nagyon nagyra kell nyitni sajnos a vásárlóknak, hiszen ha csak az árakat nézzük, 600-700 forint körül van a szilva, ha van a zöldségesnél. Tavaly 200 forintnál kezdődött a szép, jó minőségű szilvának az ára, és hát már nagyon-nagyon kiváló volt, amelyik elérte a 300-at. Most bizony ennek a duplája, a sárga barackot, ezeri a rosszabbakat, rosszabb vagy gyengébb minőségűeket. Látjuk 1200-1300 forint, de itt a fehérvári piacon régen is. Régen nem úgy van, hogy a szegény ember eledele, nyilvánvaló. Hát messze nem így van, és hát nagy valószínűség szerint idén, ha a pálinka évjáratot nézzük, akkor a sárga barack pálinka évjárat nem lesz a bőségesek közül való, hiszen aki teheti, akinek valamilyen módon lett termése, az inkább megpróbálja gyümölcsként értékesíteni, és bizony nagy valószínűség szerint a lekvár befőzéseknek ideje sem a 2020-as év lesz, mert az árak, árérték arány tekintetében azt hiszem, hogy a tavalyi lekvárokhoz, vagy tavaly előttiekhez kell nyúlni, mint idén baracból befőzni az ár miatt. Ha összegezzük a történéseket, az eddigi történéseket, akkor azért panaszra nincs ok, én azt gondolom, mert hogy a legjobb tudása szerint az agrárgazdák átvészelték ezt a nehéz időszakot. Annál is inkább mondom ezt, hiszen még számtalan munka van kint a földeken bőségesen, és én azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Ön optimista? Én abszolút optimista vagyok, és továbbra is azt tudom mondani, hogy a COVID-19 nagyon súlyos gondokat okozott az agráriumban, nagyon súlyos gondokat okoz az áttételes hatások miatt. Lásd, nem akarok belemenni részletesen, ugye a németországi húsfeldolgozónak a bezárása, ami sertéstöbletet okoz, és most ne sorolom a begyűrűző hatásokat. Tehát mindenképpen súlyos pénzügyi nehézségeket is okoz, amit a kormányzat próbál a legkülönfélebb támogatással, 25 milliárdos, a 80 milliárdos támogatásokat figyelembe véve pótolni. Viszont a gazdák ugyanúgy vetettek, ugyanúgy aratnak, ugyanúgy etetnek,
fejnek, és hizlalják a jószágaikat, mint eddig tették. Tehát a gazda valahol eddig is ki volt téve, akár a gazdasági problémáknak, akár az állategészségügyi veszélyeknek, vírusoknak, gazdálkodást korlátozó tényezőknek, hogy ez egy a már megélt és tapasztalat közül, a különbség az, hogy ez emberre veszélyes, és nyilvánvaló gátolja adott esetben egy állattenyésztő telepnek az ellátását, és bizony komoly gondokat okozhat, hogyha oda beteg személybe kerül, vagy ott tovább fertőzi a dolgozókat. De maga a tény, hogy ilyen környezetbe és körülmények között kell tevékenykedni, ezt ha nem is megszokták az agrárvállalkozók, de találkoztak már vele. És igenis minden gazdának az a legfőbb célja, hogy Magyarországnak a kenyere meglegyen, húsellátása meglegyen, és ezért üdvözlendő az a rendelkezés, hogy kibővítésre kerültek a kis zászlócskáknak az elhelyezési kötelmei az áruházakba, hogy igenis lássuk, hogy mi az, ami magyar termék, a zöldségeknél ugye a magyar zászlót kell kitenni, amelyik az, és igenis a fogyasztó kapja meg, amit sokszor beszéltem róla, azt az információt, hogy tudatossá válhasson, mert amíg nem adunk a fogyasztónak információt, amíg nem látja, hogy melyik a magyar termék, addig nem tud választani, és ebben van, hál' Istennek, óriási előrelépés. Történjék így. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!